Ez ugye már a negyedik Fürtös Fesztivál, egy kicsit kezdjük a múlt idézéssel. Hogyan is indult ez az egész rendezvény? Gyakorlatilag ez korábban egy cég védtele a Fürtös Fesztivál nevet. Ők adományozták a Zsindelyes Kft., aki a városnak adta ezt a jogi lehetőséget, ha úgy tetszik, és azóta igyekszünk megfelelni ennek a címnek, hiszen azért Újfehérton minden a megyről szól, minden a Fürtös megyről szól, illetve a megynek a különböző termékeiről. Ez a negyedik fesztivál úgy gondolom, hogy a legnagyobb szabású lesz az elmúlt időszakban, hiszen rendkívül nagy volt az érdeklődés, ha csak azt mondom, hogy nem tudtunk már helyet biztosítani árusoknak, nem tudtunk fellépőknek lehetőséget biztosítani. Ez mutatja az érdeklődést. Én bízom benne, hogy akik ellátogatnak ide ma, nagyon jól fogják érezni magukat. Próbálunk minden évben valami újítást bevinni ebbe a dologba. Ez ebben az évben az az Árpád-kor udvar, ami itt a múzeumkertben található. Itt a keleti gyepű íjászai felépítettek egy ilyen udvarrészletet, jurtával, megfelelő kiegészítőkkel együtt, és ami nagyon fontos, hogy egy háromhúsos árpádkori étel is el fog készülni, amit a nagy közönség is megkóstolhat, és természetesen napközben végig bizonyára találkoztak vele, hogy már kínáltuk a Fürtös medgyet, és délután picit megspékelve ezt az egész dolgot, a Fürtös medgy mellett a Fürtös medgy levének a kóstoltatására is sor fog kerülni. Nem amit préselünk, hanem az, amit főzünk. Tehát a megypálinkát is meg fogják kóstolni a kedves jelenlévők a mai rendezvényünkön. A Keleti Gyepű Egyesületnek köszönhetően az íjászatot is megismerhették a Fürtös Fesztivál vendégei, sőt, akár tesztelhették is tudásukat. A legfontosabb cél számunkra az, hogy a honfoglalás korának, tehát Árpád korának, a 9-10. Századnak mindenképpen az egész részét, a fegyverzetét, viseletét, az akkori kultúrát tudjuk megmutatni a mai, nem csak fiataloknak, hát nyilván a fiatalok lehetnek cél, mert ők a jövő, de azért a fiatalok nem egészen tudják átvenni ezt az egészet, hiszen ők éretlenek. De mindenképpen nagyon fontos számunkra az, hogy mindenkinek, akit érdekel egy kicsit, és ez a kultúra, megmutassuk. És Újfehértón ezen a Fürtös Fesztiválon is azért vagyunk itt, nem csak azért, mert Újfehértón van a központja a Keleti Gyepűnek, hanem azért, mert újabb lehetőség arra, hogy ezt a kultúrát megmutassuk. Én azt gondolom, hogy minden embernek a magyarság, a magyarsággal kapcsolatos dolgok fontosak. Magyarországon élünk, és nem zárhatjuk le csak annyiban, hogy hát itt élünk, akkor magyarok vagyunk, hanem emlékeznünk kell arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk. És a mi feladatunk pontosan ez, hogy ne feledjük, hogy dicső eleink annak idején az első honvédőháború, pozsonyi csata, az egy nagyon komoly, dicsőséges csata volt a mi számunkra, és egészen addig visszamehetünk a magyarság kultúrájában, én azt gondolom, és akkor mi a képbe jöhetünk, hogy mi ezt képviseljük, ezt szeretnénk megmutatni az itt jelenlévő tárgyakkal, jurtával mindenképpen, és a mai találkozók az emberekkel arról szólnak minden íjász részéről, hogy bármilyen kérdésre ebből a kultúrából, ebből a korból választ kaphassanak, illetve mi választ adjunk. Melyek egyébként a legfontosabb kérdések, amire illik tudni ezeket a válaszokat? Nyilván az, hogy miben járhattak honfoglaló őseink, és ugye itt a ruházatra gondolok, milyen fegyvereik voltak, hogy éltek, miben laktak, tehát a jurt azért mindenképpen a lakás szóba kerül. Most ez itt éppen egy mongol típusú jurta, természetesen most valaki mondhatná, hogy miért éppen mongol típus. Azért, mert a jurták közül kettő típust említenek a mai nap is, a kazak típust és a mongolt. A kettő között óriási különbség az, hogy ebben a mongol típusúban vannak úgynevezett istenfák, amik a tartó szerkezetnek a könnyítésére szolgálnak, tehát tartják a tündököt tartó fáknak a súlyát. A kazak jurtánál ez nincs meg, ott a merevítő rudak, amik a tündökben vannak tűzve, azok veszik fel ezt az erőt. Ez egy olyan jelentős különbség a két jurta között, hogy bárki laikus számára is feltűnő. Ha itt is bemegyünk majd a jurtába, fogjuk látni ezt a két istenfát. És azt akartam ebből kihozni, hogy a régészek, tudósok nem döntötték el annyira pontosan, hogy most a magyarság annak idején melyik típust használta. Tehát jurta és ennyi. Nem problémázunk azon, hogy most volt istenfa is, esetleg a mongol típus, vagy pedig a kazak típus, amiben nincs ez a istenfa.
Ezek a legfontosabbak. Nyilván még ide jöhet a gasztronómia, tehát hogy mit ettek. A mai nap egy különlegességgel készültünk, barátaim egy 3 húsos köleskását főznek, amit kóstolók én nagyon sokan megkóstolhatnak. Ez nyilván azért is fontos, mert a köles akkor jelentős olyan szemes étkezésre szolgálhatott, amit akkor használtak őseink. A 3 húsból pedig egy olyan bőséges étrend a köleskásával kiegészhető, amely nem terheli meg a gyomrot, de mégis elegendő energiát ad egy harcosnak egész napra. Kassai Lajos, akit nagyon sokan ismerhetnek, ugye a hazai lovasíjászatban, világhírű lovasíjászmesterünk, ő úgy nevezte el ezt a 3 húsos köleskását, hogy a harcosok eledele. Tehát azért, mert ő megkóstolta, és nem érezte azt, hogy a lovon a vágtatás közben őt ez megterhelte volna, ugyanakkor jól lakott mindenképpen ebből az ételből. Az illatokat nem tudjuk átadni kamerán keresztül, de nagyon finom ebéd készül. Egy kicsit beszéljünk erről, mi az, ami itt éppen fő. Ennek a neve Harcosok eledele. Ezt a nevet Kassai Lajos adta ennek az ételnek. Ez egy korhű 10. századi étel. Piros paprika nélkül készül, sok-sok fűszerrel, 3 hússal és kölessel. A köles ezután fog belekerülni, gyakorlatilag egy pörkölt alap, nagyon sok-sok hagymával, piros paprika nélkül, sok-sok zöld fűszerrel, lestjánnal, petrezselyemmel, zellerrel, sáfrányos szeklice adja a szép sárga színét, nincsen benne piros paprika. Piros paprika csak csipős, tehát abban a korban csak a csipősek voltak, és legutoljára a köles fog hozzá kerülni, ami most itt tázik éppen, mert ezt a gabonánkat elfelejtettük. Ez sokkal finomabb, sokkal tartalmasabb, és kevésbé terheli meg a gyomrunkat, mint például a rizs vagy a bulgur. Ez a miénk, a köles az a mi gabonánk. Ez fog a végére belekerülni, és ez egy sűrű egytál étel lesz. Mi adja meg a korhű jellegét? Mi a titka ennek az ételnek? A korhű jellege a sok-sok fűszer. Tehát, mint ahogy mondottam, ebben nincsen piros paprika. A magyar konyha piros paprika nélkül is tud főzni. Kömény van benne, sáfrányos szeklice van benne, borsikafű van benne, lestján van benne, amit szintén nem igazán használnak itthon. Igazából ez a korhű jellege, hogy nincsen benne piros paprika. Melyik egyesületnek a nevében készítik most ezt az ételt? A Karosi Turó Hagyományőző Ijász Egyesület nevében készítjük ezt az ételt. Mi is a Keleti Gyepű tagjai vagyunk gyakorlatilag, és ők kértek fel bennünket, hogy egy korhű ételt főzzünk erre a szép napra. Mi az, amit érdemes egyébként tudni magáról az egyesületről? Egy kicsit mutassuk be ezt is. A mi egyesületünk 2007 óta működik. Karos fent van az északi csücsökben, Sárospataktól, Sátoraljaújhelytől egy 10 kilométerre, a szlovák határtól pedig összesen 500 méterre vagyunk. Fenn vagyunk a csücsökben. Amit tudni kell róla, hogy Magyarország és Európa legnagyobb honfogláskori temetője van a falu határában. Ez adta az indítatást az egyesületnek. Gyakorlatilag a 10. század bemutatásával foglalkozunk, mind az életmóddal, mind a viselettel, mind a fegyverzettel, az íjászattal, de visszük a gasztronómiát is. Milyen a kapcsolat egyébként a település és Újfehértó között? Mivel a Keleti Gyepűnek ez a székhelye, így egészen jó a kapcsolatunk, tehát ők is eljönnek a karosi rendezvényekre, mi is eljövünk ide az újfehértói rendezvényekre, úgyhogy jó kapcsolatot ápolunk. Ruházatnál mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy a mai tudásunk szerint a honfoglaló eleinknek gyakorlatilag az lehetett a ismérve, mondjam így, hogy a hosszú lyuk aftán előzáródó, ugye a pusztai széllel szemben mindenképpen ellenálló, ezt nagyon sok lovasnovád nép használhatta. Viszont a kaftánt veretes övvel, veretes tarsolyjal együtt, ez csak a magyar kultúrában jelenik meg. Tehát ha megnézzük a kazak hagyományokat, szintén van veretes övük, de tarsolyjal nem nagyon párosul. Tehát a régészeti feltárásokból és a forrás munkákból azt tudjuk elmondani, hogy egy honfoglaló viselete mindenképpen egy hosszú lyuk kaftánból, egy veretes övből, veretes tarsolyból vagy bőrtarsolyból állhatott, nyilván a rangnak megfelelően. Ha rangosabb volt az illető, akkor lehetett a tarsolyán veret, vagy akár egész lemez, de ez inkább csak a vezéri titulusra volt jellemző, de bőrtarsolja mindenkinek lehetett, bőröve minden szabad jogállású embernek lehetett, hiszen tudnunk kell azt, hogy abban az időben
azok az emberek, akik szabad jogállások voltak, és nem rabszolgák, nem szolgák voltak, azok fedetlen fővel nem jártak, és öv volt a derekukon. Tehát ha valakinek ilyen nem volt, abból rögtön tudta egy akármilyen járókelő, hogy az egy rabszolga vagy szolga, nem pedig egy szabad jogállású ember, ezt így fogalmazták meg annak idején. És akkor a másik fontos dolog még, ami szóba került, ez maga az íjászat. Nem tudjuk bemutatni egy íjjal való lövésben, hogy mi is az egész kultúra. Tehát én inkább íjász bemutatóként azt szoktam mondani, hogy az emberek sokkal többet nyernek, és sokkal többet megismernek, ha közénk jönnek, beszélgetnek velünk, megismerkednek velünk, és egy apropóként kipróbálják az íjjal való lövést is. Tehát maga az íj nem tudja bemutatni azt a kultúrát, amit mi képviselünk, tehát ez csak egy nagyon pici része ennek az egésznek. Most is van egy kis pálya itt a hátul mögött, az épület mögött, ahol biztonságos a feltétel, és ki lehet próbálni az ilyet, tehát gyerekek lőhetnek, vagy akár a felnőttek is, de nekünk a keleti egyébként sose az a célunk, hogy egy íjászatban kimerüljön ez a kultúra, hanem inkább a jurtában, a minden felszerelésben, a bemutatkozásban ez az igazi lehetőség, én azt gondolom, arra, ami a célunk. És milyen íjakat használtak akkoriban a magyarok? Hát mindenképpen az összetett reflex íjakat használták őseink, és a keleti egyepülnek az egyik hitvallása ez, hogy mi a magyar íjat támogatjuk. Tehát a mai világban sajnos nagyon sok íjtípus létezik, a fantázia íjaktól kezdve a sportíjakig. Nyilván a sportíjakkal nem kell foglalkozunk, mert az a sportot szolgálja, lehet ez egy olimpiai íjász, lehet ez egy pálya íjász, vagy a 3D-s íjász, abban elterjedt csigás íj. Mi viszont mindenképpen a hagyományos összetett reflex íjat használjuk, amely kimondottan a magyar paramétereket foglalja magában. Erről röviden annyit lehet tudni, hogy a merev szarv, ami az íjnak az egyik nagyon sajátossága, és ez alapján be is lehet azonosítani, hogy ez most magyar vagy nem, a merev szarv ez egy 20-22 centitől 28 centig terjedő hosszúságban, és nincs rajta húrzsámoly, és ez az íj gyakorlatilag természetes anyagból készül. Ez az elsődleges íj. Viszont a mai világra jellemző az, hogy ezekből a természetes anyagokból nagyon kevés van. Tehát természetes szarú íjat, mi így szoktuk nevezni, szarú íjat nagyon nehéz megvásárolni is, és készíteni is. Ezért a modern anyagú íjak is nagyon elterjedtek az íjászatban. Mi abban is a magyar típusút erősítjük, tehát mi azt mondjuk a keleti egyepünk belül, hogy a magyar íjakat erősítjük azzal, hogy azt használjuk csak. Tehát se török, se koreai íj, ami nem lövünk, mivel mi magyarok vagyunk. Főzőverseny is megy folyamatosan a mai napon, egy kicsit beszéljünk erről is. Igen, hát ez egy érdekes dolog, már mindig 6-8 csapat benevezett a főzésre az elmúlt időszakban is. Most 14 csapatunk van, és ami számomra rendkívül nagy büszkeség, hogy négy testvértelepülésünk képviselteti magát, és mind a négy főz is, úgyhogy lehet lesz kóstolni ukrán, lehet lesz kóstolni szlovák, lengyel, illetve lehet lesz majd erdélyi ételeket kóstolni a hazai ételféleségek mellett. Természetesen medgyemet és medgyből készült ételeket is lehet kóstolni, de nem csak a medgyre koncentráltunk, amikor a főzésre gondoltunk. Az elmúlt évek alapján már tudunk beszélni számokról is akár. Milyen volt az érdeklődés eddig a fesztiválon? Az látszik, hogy minden évben nagyobb a érdeklődő közönség. Főleg a délutáni programoknál azért már ezres számban mérjük a jelenlévőket. A mostani előzetes Facebook, egyéb internetes forrásokat elérve azért abban lehet gondolkodni, hogy 3-5 ezer ember azért meg fog jelenni a este folyamán itt a programon. Délelőtt viszont, ami nagyon fontos volt, hogy 102 óvodás gyerek lépett fel, tehát nyilván azért nekik is a hozzátartozók itt voltak, itt vannak, folyamatosan cserélődnek a nézőközönségnek a tagjai, hiszen igyekeztünk lehetőséget adni mindenkinek a mazsoret csoporttól, a fúvózenekaron keresztül, a néptáncosokig, a kempósokig, hogy megmutathassák magukat a világot jelentő deszkán. Igen, csak 11:30 van, de ezért már így is rengetegen vannak itt Újfehértón. Mennyire tudja ez bemutatni a településnek a hangulatát, a közösségi életét ez a mai rendezvény? Én úgy gondolom, hogy feltétlen, hiszen lehetőséget biztosítottunk itt a múzeumudvarban arra, hogy a helyi termékeket meg tudjuk mutatni, kézműves termékeket meg tudjunk mutatni, illetve az árusok mellett azért vannak kézműves terméket bemutatók is,
akik úgy gondolom, hogy színesítik ezt a palettát, és ami számomra rendkívül fontos az az, hogy azért kezd kialakulni egy törzsközönség, aki mindig hoz magával valakiket. És még egyszer az, hogy külföldről azért most már egész népes delegációk eljönnek, hogy részt vehessenek ezen a mai napon. Az egy nagyon fontos dolog, hogy úgy néz ki, hogy a égiek kegyesek lesznek hozzánk, tehát zavartalanul végig mehet a program. Mennyire fontos egyébként Újfehértó életében a hagyományőrzés, gondolok itt akár a keleti gyepűre, akár ugye hallottuk, hogy megtekinthetjük az újfehértói értékeket is a mai napon. Én úgy gondolom, hogy a múltnak, a múlt értékeinek a megbecsülése nélkül nem létesülhet egy település, hiszen a tradícióra, a múltra kell építeni a jelent, illetve arra kell építeni a jövőt. Én biztos vagyok benne, hogy ezen a területen jó irányba haladunk, és ami nagyon fontos, hogy egyre többen éreznek rá, ha úgy tetszik, ennek a fontosságára, és folyamatosan bővül ennek a lehetősége. Még azt esetleg felsorolhatjuk itt a végére, hogy milyen közösségi rendezvényekre látogathatnak el még az érdeklődők Újfehértón, akár ebben az évben, akár hogyha egy éves rendezvénysorozatot nézünk. Hát, hogyha egy éves rendezvénysorozatot nézünk, akkor nyilván körülbelül mostanhoz egy évre akkor lesz az 5. Fürtös Fesztivál, de ebben az évben még azért augusztus 20-ához közeledve lesz egy nagyon komoly 20-ai rendezvényünk, amely nem biztos, hogy a napján kerül megrendezésre, de arról fog szólni. Még a civil egyesületek is, ha úgy tetszik, beindultak, és több olyan már korábban is zajló rendezvény még meg fog valósulni ebben az évben, mint a Fogadhajtó Fesztivál, ez is egy viszonylag nagy érdeklődésre tart számot. Minden évben már lassan mondhatom, hogy évtizedek óta megrendezésre kerül a nyugdíjasoknak a napja a szeptember utolsó szombatján. Itt szoktuk köszönteni az 50-60 éves házasokat, legidősebb újfehértói férfit és nőt, és rendkívül büszke vagyok rá, hogy évtizedek óta először férfi Újfehértón a legidősebb és a 100. évét tapossa, úgyhogy most decemberben lesz a Bodnár Pista bácsi 100 éves, úgyhogy, és még a 99-et tavaly a színpadon köszöntöttük, úgyhogy remélem, hogy ebben az évben is itt lesz és megtisztel bennünket. A színpadon is egész napos program várta a vendégeket, többek között bemutatkozott az újfehértói kempó csapat. Kezdjük talán azzal, hogy a laikusoknak mutassuk be ezt a sportágat, mi az, amit érdemes tudni a kempóról. Ez a kempó egy összharcművészeti sportág, tehát több harcművészeti sportágot foglal magába. A kung fu, a jiu-jitsu, a thai box, a birkózás, tehát ez mindegyiknek a keveréke ez a kempó. Tehát ezek a fiúk mindent tudnak csinálni. És a kempó maga, a kempó jelentés az ököltörvénye. Ez főleg egy önvédelmi rendszer ez a kempó, tehát nem az a célunk, hogy megtámadjuk az ellenfelet, hanem megvédjük magunkat. Hány éves kortól lehet, vagy javasolt elkezdeni? 6 éves kortól ajánljuk ezt, és akármeddig, tehát a felső határ az nincs, de 6 éves kor azért az... Igényel-e valamilyen előzetes tudást, valamilyen testfelépítést? Végül is nem. Tehát általában azért szokták hozni a szülők nálunk edzésre a gyerekeket, hogy vagy túl mozgékony otthon, és nem bírnak vele, vagy azért, mert nem tudja magát megvédeni, vagy túl félénk, és akkor egy kicsit egy kis önbizalmat adjunk nekik. Nem úgy fizikai készségeket, hanem mentális készségeket is fejleszt, mert meg ez a sok versenyzés, hogy több a szülőtől hallom vissza, hogy aki már évek óta nálunk versenyzik, ugye járunk ugye versenyekre,
hogy egyszerűen a gyerek, mikor az órán felállítják egy felelésre, nem izgul a gyerek, vagy egy jó dolgozatnál nem izgul, nem stresszel, ugye, mert megszokta ezt a stressz helyzetet, tehát én ebben látom a legnagyobb előnyét, vagy akár egy egyetemen, vagy egy érettséginél nem fog stresszelni a gyerek. Fegyveres forma gyakorlat mutatta nekünk, nunchakúval. A nézőket egy country tánc bemutató is szórakoztatta. ...2010-ben alakultunk, tehát ides tovább 10 éves lassan a tánckar, és hát egy kis magán kezdeményezés alapján jött létre, és utána gondoltunk olyat, hogy vigyük ki a köznép elé, és legyen ez mindenkinek elérhető. És hát onnantól kezdve, hál' Istennek, töretlen a karrierünk, és különböző rendezvényeken szereplünk. Itt Újfehérton most először vagyunk, de remélhetőleg nem utoljára. Miért pont ez a stílus? Én, mint tánctanár, annak idején a főiskolán mindenféle stílust tanultam. És az a country, amit ott tanultunk, meg ez a country, ez teljesen más. És akkor jött egy barátnak az ötlete, hogy ő járt kint Amerikában, látott ilyen country klubokat, kérdezte, hogy tudnék-e ilyeneket tanítani, mondtam, hogy minden tovább nélkül megoldható, és gyakorlatilag ez egy szerelem, amit tényleg úgy csinál az ember, hogy szívvel, lélekkel, és ez látszik a 10 év alatt. Az úgy látszott mindenki most is itt a fellépésen, tehát a zene az mindenkit megfog. Vannak ugye olyan country nóták, amik úgymond populárisak, tehát ismerik az emberek, gondolok itt egy Ohio-ra vagy egy Rose Gardenre, vagy a Country Road, ami ugye az utolsó volt. Ezeket szeretik, ezeket ismerik, tehát gyakorlatilag eladtuk a show-t. Na most az a stílus, amit mi képviselünk, az nem egy hétköznapi stílus. Nem találkoznak vele mindenféle falunapon, rendezvényen, bár most már egyre többet szereplünk. És azt hiszem, hogy a különlegessége miatt érdekli az embereket. Tehát itt is láttam itt a fellépés alatt, hogy figyelem mindig a közönséget, hogy jönnek erről, jönnek arról, megállnak a színpad előtt, hallgatják a zenét, élvezik, tapsolják, tehát tetszik nekik, és ez nekünk jó. Színpadon említettétek, hogy igazából bárki, aki már járni tud, csatlakozhat hozzátok. Hogyan kell elkezdeni a countrynak a tanulását, mennyi időt vesz igénybe? Természetesen tehetségtől függ és szorgalomtól is függ. Van egy kisfiunk, aki most nincs velünk, ő 4 évesen kezdte el a táncot, most 10 éves. És mindent tud, amit én tudok, gyakorlatilag én ilyen előttem az utódomnak tekintem őt. Tehát ha valaki, a szülei nem beszélnek le arról, hogy ne mozog, ne rohangálj, ne ugrálj, ne táncolj, tehát a szülők, mi tudjuk, hogy eléggé teszünk ez ellen, akkor ha a gyerek megszereti, akkor nagyon jól lehet vele boldogulni, és hosszú-hosszú évekre leköti. Tényleg, ahogy járni tud, bárki tud jönni, ahogy, vagy ameddig járni tud, táncolhat. Volt 73-74 éves táncosom is, tehát ugye változunk mi is létszámban, tehát jönnek-mennek az emberek, vagy kiválnak tőlünk, és mindig is mondtam, hogy le a kalappal a hölgy előtt, aki 70 akárhány évesen úgy táncolt, ahogy táncolt. Mondtam, hogy én is szeretnék majd úgy táncolni 70 évesen, úgyhogy bárki jöhet.
Ugye most egy körülbelül fél órás bemutatót tartottatok itt Újfehértún. Mit lehet ennyi idő alatt, és mit érdemes megmutatni ebben a 30 percben? Nehéz. Tehát szabjuk-varjuk a műsort egyfolytában, hogy mik azok. Vannak olyan táncok, amiket én úgy fogalmazok, hogy sikerre ítélt táncok, amiket bele kell tenni a műsorba, mert viszik a hangulatot, felkeltik az érdeklődést, ismert nótákat kell ugye összeszedni, de meg kell mutatni a nehezebb változatát is. És ugye azt próbálom átadni, hogy ez egy hétköznapi ember számára is elérhető. Pár gondolatban pedig beszéljünk egy kicsit a pozitív hatásairól is a táncnak, főleg ennek a country táncnak. Magának a táncnak nagyon nagy pozitív hatása van a szervezetünkre, az agyi tevékenységünkre, és ezt egyre többen elismerik, illetve egyre több publikáció jelenik meg ezzel kapcsolatban. Az embernek oda kell figyelnie. Dolgoztatni kell az agysejtjeit, kikapcsol, mert nem az a nagy alunk, mint például egy edzésen, egy zumba edzésen, vagy bármilyen súlyzós edzésen, hogy mert a főnök most mit csinált velem, vagy most az asszonynak mi a baja, vagy a gyerekkel mi a probléma. Ha ezeken gondolkodunk, akkor nem tudunk táncolni. Tehát tényleg oda kell figyelnünk, tudnunk kell, hogy hova lépünk, tudnunk kell, hogy mit csinálunk, melyik sorba állunk, kivel, ha éppen párosat táncolunk, akkor kivel táncolunk. Fitten tart, ugye a mozgás, és hát egy csapatépítő tréning. Tehát itt, hogy mondjam, 3-4-5-6 éves barátságok vannak köztünk, és azért ez egy megfizethetetlen dolog. A legkisebbeket Aquamanó Parti várta a délután folyamán.